Annyit szeretnék elmondani még, hogy egy ilyen kimakoltatás, ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Viszont ma már a bíróságok az elmúlt hónapban 11 esetben hoztak olyan ítéletet, ami már a lakosság mellett szól. Tehát ez azt mutatja, hogy az elmúlt hónapok közös sétáink, amit együtt tettünk meg a demonstrációkon a rendfenntartókkal, valamelyest már eredményt mutatnak. Úgyhogy éppen ezért is meg kell újból torpanni, együtt kell sétálnunk a demonstrációkon a rendvédelme érdekében, azért, hogy ki tudjuk fejezni akaratunkat, ti meg megvédjetek azokkal szemben, akik ezt a demonstrációt nem szívesen látják. Biztos, hogy akkor nagyon hamar én el tudom képzelni, hogy 60 napon belül végleges eredményt tudnánk elérni közösen. Úgyhogy a lecke fel van adva. Tisztességes magyar rendőrnek az állampolgárok érdekeit kell védeni és szolgálni, ugyanis a minisztériumok, a miniszterek ezt úgy tettek ugyanerre, amire ti. Az elnevezés is ugye az, hogy a miniszter szolgálja a népét. Ha nem szolgálja, akkor ugye ezt a népnek kötelessége jelezni, demokratikus jogainál fogva, és ezeket a jelzéseket a rendfenntartóknak is tudomásul kell venni, és ennek figyelembe vételével kell dönteni a parancsnokaiknak arról, hogy mikor, hova és ki ellen vezénylik ki az állományt.